Idén jubilált a 3 évvel ezelőtt Komáromba hozott Harmónia Gála. A nagyszabású est keretében a kuratórium által a legjobbnak ítélt szlovákiai magyar előadó művész vagy zenei formáció részesül a díjban. A 10. Harmónia díj gála estje igen magas színvonalat képviselt, és méltán hírneves, elismert zenészeket állított színpadra. A műsorszámokban és a jelölti körben egyaránt. Több dologról le kellett mondani. Korlátoztak minket a beszélgetéseinkben, baráti találkozásainkban, abban, hogy kulturális élményekkel töltődjünk föl, és még sok minden olyan másban, ami hozzátartozik a hétköznapi életünkhöz. Ez a harmónia, ez a harmóniának a hiánya mutatott rá arra, hogy nem csak testben kell elősnek lenni, hanem mennyire fontos az is, hogy a lelkünket tudjuk kenegetni, hogy a hétköznapokban helyt tudjunk állni, ehhez is mennyire fontos az, hogy ki tudjunk teljesedni, és ehhez hasonló kulturális élményekben legyen részünk. A műsor keretében a jelöltek kisfilmekben mutatkoztak be. Idén Derzsi György, Becse Szabó Ilona és A jó világban volt esélyes a díjra. Végül Derzsi Györgyre voksolt a szakmai kuratórium. Szerintem ennek a díjnak az is lehet a missziója, hogy igenis egyszer csak, hogy elismerik itt a felvidéki fesztiválszervezők, akár a polgármesterek, hogy itt is vannak ilyen fantasztikus tehetségek, akkor gyerünk, őket hívjuk. A közönségdíj birtokosa viszont egy hölgy, nevezetesen Becse Szabó Ilona opera és operettének, aki elsőprő fölénnyel tarolt az online szavazáson. Hát ugye mi a fontos egy művész számára? Az, hogy a közönség szeresse, hogy amikor kiáll a színpadra, és amikor bizonyos gondolatokat átad, tehát érzelmeket közöl, mert ugye én énekelek, és mindig különböző, akár boldogságot, szomorúságot a dalokban, az operetáriákban, az operában, mindig különböző érzelmeket közlünk, hogy ennek van hallgatósága, és ezúttal is szeretném megköszönni a közönségdíjat. Csalódottságra a jó világvannak sincs oka. Legalábbis az énekesnő csillogó szemekkel arról beszélt. Az a legfontosabb, hogy az elismerésnek köszönhetően végre a zenészek nem rivalizálnak egymással, hanem épp ellenkezőleg. Összezárnak, és örömmel tapsolják meg a másikat. Szerintem itt szomorúságra semmi okunk nincsen, ez egy ünnep, az egész Harmónia Gála, és én úgy gondolom, hogy egy felvidéki magyar sikere, az minden felvidéki magyar sikere is, hiszen ez a közösség neveli ki, ez a közösség tudja értékelni. A Harmónia díj átadásakor hagyomány, hogy minden évben kihirdetik az életműdíjas zenész nevét is. Idén ő nem más, mint a népzenész Varsányi Ildikó, aki jelezte, hogy a gálambetegség miatt nem tud személyesen részt venni. A főszervező és a kuratórium elnöke szerint az az igazán fontos, hogy a díj ismertséget hoz és elismertséghez juttat. Ez az egyedüli ilyen díjunk. Ez a legfontosabb dolog, hogy nem létezik más ilyen súlyú zenei díj felvidéken. Másik dolog, meg én mindig azt mondom, hogy próbáljuk azt az üzenetet továbbvinni az emberek felé, hogy legyünk büszkék a saját művészeinkre. A Harmónia díjat jövőre is Komáromban adják át, a házigazda szerepkörét felvállaló Egressy Véni Városi Művelődési Központban.